tengerre kuflik. Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rossz kedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Hilda. Csak nem lesz újra árvíz a réten. Ugyan, nehogy! Ez csak egy aféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidáman Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Délabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok? Kiáltották erre a többiek, és azon mód Délabáék után szögtécseltük. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikszakban, vagy össze-vissza. Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Oda nézzetek! Egy igazi tó! Kiáltott fel Pofánka. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Mámult hunyorogva a távolba Titusz. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább locskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityérc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy? Mi csodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat. Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak. Egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még Fityérc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titusz és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok. Kérdezte a Mahamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos. Mondta Titusz. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó. Itt sincs hajó. Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvást tettetek valamit? Szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba. Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatkány néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradír csárjék mögött. Ez tökéletes kalózhajó lenne. Kezdődhet a csata! Beli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolt a Bélabá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli sigolyt, és a cápa felé hajította.
célzás. A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan Zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápa sűrhöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli, sült el, képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni, mondta Titusz. Így is tette. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba, egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét vesztett, mégis roppant vidám kalóz. Éj, egy kicsit ágyingerém van. Álmomban kalózok, csatáztak körülöttem. A kuflik és a szélposta. Egy őszi éjszakán nagy szél süvített át az elhanyatott réten. Történt itt tegnap óta. Mindenfelé csupaszon meredeznek a bokrok ágai. Nézett körül másnap reggel pofánka a kufli kupac magasából. Lomtalanítás volt! Mondta Béla bá. Az őszi szél járt erre és lefújta róluk a leveleket. Szemtelenség! Megyek és visszavarrom őket a helyükre! Kiáltotta pofánka mérgesen. Én is megyek. Csatlakozott hozzá Hilda. Olyan szomorúan néz így ki az elhagyatott rét. Valahogy olyan elhagyatottan, bolintott Fityirc, és ő is Hilda után szögdécselt. Addig mi talán társasozhatnánk egyet. Fordult Titusz a többiekhez. Így is tette. Hogyan kezdjünk hozzá? Nézett körbe pofánka. Szerintem mindegyikünk válasszon magának egy-egy bokrot. Javasolta Hilda. Azzal előhalászta zsebéből a zsebvarró készletét. Azzal varrogatni kezdtek. Pofánka egy medvebimbó bokrot nézett ki magának, Hilda egy közeli vattabogyó bokorhoz szögdécselt oda. Mostanában könnyen avarba jövök. Fityircnek pedig némi tépelődés után egy gírbe-gurba törzsű tyúkfog bokorra esett a választása. Nem volt könnyű munka, mert sokat kellett hozzá hajolgatni. Meg persze nyújtózkodni, amikor a felső ágakra kellett felvarni a leveleket. Ki hitte volna, hogy ennyi levél van egy bokron? Sóhajtott a pofánka. Fé, a mindenit. Azért végül csak elkészültek. Egészen csinosak. Pihenjünk egy kicsit a kupacunknál, mielőtt folytatjuk a munkát. Ígyunk egy teát, rágjunk egy kis sütit, vagy valami efféle. Ezzel a többiek is lelkesen egyetértettek. Ám ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, ismét hatalmas szélvihar került. Nagyon sietős lehetett a dolga. Gyerekek, rám is sorhattátok néhány levelet, ha időtök engedi. Mondta nevetgélve a beszélő fatuskó. A leveleink. A teringettét, mondta Titusz, mert ennél éppen nem jutott jobb az eszébe. Most mit tegyünk? Kezdjük előről az egészet. Hogy, hogy, hogy,
hogy aztán jöjjön egy újabb szél, és megint elfújja a leveleket. Talán megkérhetnénk őket, hogy ne csináljanak többet ilyet. Írjunk nekik falevélre, abból igazán nincs hiány. Akár kezdhetjük is. Keressünk szép nagy faleveleket. Na de mennyit? Összesen hány szélnek is kell levelet írnunk? Lássuk csak! Van az a szél, amelyik lefújja a kalapomat. Meg van az a másik, amelyik a fűszálakat táncoltatja. Aztán amelyiktől kipirosodik az orrunk. És amelyik megteszi a hátunkat szögdécselésre. Egy másik pedig összekolcolja a frizuránkat. És ott van az, amelyiktől borzong a tokánk. Gyerekek, ez eddig csak hat. Ja, meg még van az a szél is, amelyik... Fütyül mindenre, kiáltott a fityírc, aki eddig valami máson töprengett. Az összes fel hét! Összegezte hallottakat Béla bá. A kuflik kerestek hét nagyobbacska falevelet, majd mindegyikük elővette a zsebtöltő tollát, és nekiállt a levélírásnak. Volt, aki szép, hosszú levelet írt, volt, aki egészen rövidet, mert csak három betűt ismert az ABC-ből, és olyan is volt, aki inkább rajzolt. Na jó, de most hogyan küldjük el a leveleinket? Kérjük meg a következő erre járó szelet, hogy legyen a postásunk és vigye magával őket. Szélposta! Ez aztán igazán eredeti ötlet! Nem kellett sokat várniuk. Hamarosan táncolni kezdtek körülöttük a fűszálak, majd a szél kikapta a kuflik kezéből a faleveleket, és már repült is velük tovább. Kíváncsi vagyok, célba érnek-e a leveleink? Amíg kiderül, ígyunk egy ormogyó teát. Ez az! Kiáltottak a többiek, hiszen nincs is annál jobb egy ilyen szeles őszi napon. A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudor. Gyerekek, minden csupa lotymánc és szipony. Úgy látszik, kiújult a makacs ugró dudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét, és kezdte húzni. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon, mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játsszunk kőpapírollót! Ho-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, tördelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt! Sopánkozott pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet! Szökkent fel a fűből Titus. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Olyan! Elvesztettük a nyomot! Torpant meg hirtelen Titus. Kit kerestek? Szólalt meg egy drótlábú haharca fejük felett. Béla bát! Válaszolta neki Titus. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresek. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdacs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem! Talán furcsa.
Doktor Furcsa. Talán Doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa, a zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyok, mondta Titus, és meghúzta a csengőt. Ki az? A Kuflik vagyunk, és barátunkat, Bélabát keressük. Jó helyen jártok, gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok, ez a rendem. És hova Bélabá? Itt vagyok. Szólalt meg Bélabá hangja az egyik szék felől. Nos, igen, a barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a Kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Bélabának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott Valé. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titus. A viszontlátásra. A Kuflik sietve elbúcsúztak Doktor Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a Kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titus. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzá sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a Kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Bélabá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Bélabá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a Doktor Furcsa. Biccentett elismerően pofánka. Azért ezentúl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad. Kiáltotta vidáma Valé. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titus. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a Kuflik?